Köszöntöm a Space nézőit! Végre eljött az ideje, hogy bemutassam nektek az utolsó figurát a Power of the Prime-os Predacon setből, a Predaconok vezetőjét, Razer Kravot, és természetesen most is, ha megvizsgáltuk a figurát, foglalkozni fogunk a karakter hátterével is, de mindezek előtt nézzük meg Pengelyt a G1-es képregényben. Nos, ha pengélnek a karakter jellemzését szeretnétek elolvasni, akkor kettő lehetőséget tudok javasolni. Az egyik az, amit van előttünk, a Transformer képregény, vagy már Transformers képregény 1994-be kiadott 21. száma. A másik pedig az, hogyha fölmentek a hálózsák.hu-ra, és elolvassátok ott. Ha úgy döntöttök, hogy ezt válaszátok, akkor a képregényt a... mondja, hogy hát itt a közepet tájéken kell kinyitni, ahol baloldalt látható, maga penge él, ugye a Predaconoknak a vezetője. Van róla egy robot robotmódban, és van róla egy, egy klassz, kép, pedig altmódban, ugye, ami egy oroszlán, és akkor egy baloldalt látható neki a rövid kis jellemzése, ami egész jól leírja, attól függetlenül, hogy rövid. Szóval, euh, igazából én úgy gondolom, ennyi elég is lesz akkor a képregényről, és akkor nyissuk is az űrhidat. És itt is van akkor előttünk egy mechanikus oroszlán, aki természetesen nem más, mint penge él a predakonok vezetője. Az altmódjában természetesen, vizsgáljuk is meg akkor közelebbről. Nos, ha közelebbről megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a figurának az altmódja itt-ott azért eltér Razer nak a képregény beli altmódjától, a külső megjelenésétől, de a lényeges, stímek, lényeges részek stimmelnek, és azt mondom nektek, hogy szépen meglettek csinálva. Ilyen például a feje, amire azért egész jól, egész jól odafigyeltek, hogy kidolgozzák. Tehát nézzétek meg a szemét, nagyon-nagyon tetszik ez a szemvágás, ugye, hogy hasonlóképpen szögletes, mint lecsapónak. Tehát egyébként vörössel ki van festve. Az órai óra az aranyszínű, igazából uh, maga a fején is látszik, hogy tényleg egy ilyen robot oroszlánról van szó, tehát ilyen lemezelt. A száját ki lehet nyitni, tehát egy kis mozgathatóság és meg is nézhetjük belőle. Ugye van neki egy pár foga, nem túl sok, de úgy gondolom, hogy arra, hogy tépjen vele, ez is végül is elég. Ami nekem hiányzik róla, azok a fülei. Tehát ugye az oroszlán fülek nem látszanak, a képregényben azok látszottak, de végül is ez valamilyen szinten szőrözés. Azon kívül, egy úgy rendben van. Ami még nagyon tetszik, a gallérja, tehát tényleg szép ez a arany és akkor fekete kerettel. Ugye látjátok, az oroszlán sörény az rendesen meg lett csinálva. Hát a rendben van a figurának, itt található rajta egy ilyen kis picike ö csatlakozó is amire tudunk ugye rögzíteni uh, Prime Mastereket, ugye egyszerűen csak ide egy fölrakjuk, és akkor olyan már utazna a hátán, de rendben van. Itt a hátán találhatóak neki matricák, amik már elkezdtek egy picit lejönni, de ezt így mondtam is nektek. Ez a rész ez nagyjából stimmel a képregényel, ami nem stimmel és hiányzik az, hogy nincs neki farka, de ezt igazából nem tudom, hogy miért sporolták le. Ha oldalról megtekintjük, azt mondom, hogy rendben van itt is, Színezésben vannak apró eltérések. A lábaival különben úgy vagyok, hogy a hátsó lábak tetszenek, hát azok kimondottan jók lettek. A melső lábak, azok nem az igaziak, azon kicsit még csinálhatok volna, sokkal bestiálisabbak, sokkal oroszlánosabbak a hátsó lábak, de az első lábaknál meg pozitívum, hogy ezeket a fegyvereket megcsinálták rá, ez mindenképpen klassz, hogy nem sporolták le. Így néz ki akkor nekünk hátulról, hát így nem túl sokat mutat nekünk a figura, de ez van, az oldala a másik oldalt ugyanaz. Rajta is található egy ilyen matrica, egy picikek is álca amit nekem kellett felragasztani, ugye D kötőjel 3. álca, a 73, nem tudom, mit jelent, hát, ha ti tudjátok, akkor írjátok meg. Úgy gondolom, megvizsgáltuk kellőképpen, akkor mozgassuk meg egy kicsikét. Hát a mozgatás az nem sokat enged, igazából a lábait tudjuk így hátrafele ennyire, a hátsó lábait itt hajlik nekünk egy picikét, a bokája ennyire. Azt mondom, hogy nagyjából rendben van különben. A melső lábait igazából itt be lehet hajlítani, itt van nekünk még egy hajtási lehetőség. Ha ide kihozzuk oldalra, és egy kicsit szórakozunk vele, akkor így lehet akár így is valahogy variálni, de ez nem hivatalos, tehát ez már az átalakításnak a része. De igazából annyira mozgatható, mennyire kell. A színezésről még annyit, hogy a figurának a színvilága az rendben van, az stimmel. Csak maga a színek kiosztása nem stimmel, tehát nem mindenhol olyan színről kellene, de egyébként azokkal a színekkel dolgoztak, amikor ugye a fő predakon a színek. A száját meg már mutattam nektek, hogy milyen jól lehet mozgatni. Igazából nagyon akarjuk, még a fejével is szórakoztatunk egy kicsit, hogyha kiakasszuk. Itt a, ezt a pontot akkor itt tudjuk mozgatni egy kicsikét, de ez sem már hivatalos, tehát ez is már az átalakítás része. Na, nézzük meg akkor a kiegészítvét, ugye vannak nek, van ez a fegyver, még ezt lehet így hajtogatni, hogyha akarjuk, de hivatalosan ez így van. Ezt leszedni nem lehet róla, ezt a két vállágyút, de engem nem zavar, mert ez igazából mindig rajta volt a képregényben is. Amit le lehet róla szedni, az ez a szép nagy fegyver. Kardot sajnos ő se kapott, de kapta ezt a három csövű akármilyen kenont, amit ha akarunk, akkor gyakorlatilag ide a hátára föltehetünk. Itt van az a két kiállás, itt a két lyuk, és igazából ennyi az egész. Így rátesszük, és akkor ez nekünk jó, hogy van egy nagy kenon a hátán. Na mindegy, így néz ki vele, úgy gondolom megvizsgáltuk kellőképpen. Itt az ideje, akkor srácok egy gyors összehasonlításnak. Természetesen most is először a humánokkal nézzük meg, akik ilyen picikék ez az oroszlánhoz képes, de szerintem erre számítottatok, haladjunk tovább. Természetesen a Kingdomos Optimus és a stúdiószériás Jazzre, akik picik hozzá képes, de mindegy szerintem megint csak erre számítottatok, nézzük akkor a következőt. A következő, akivel összehasonlítjuk, szintén róla készült, tehát szintén Razer Crawford, csak egy jóval korábbi figurú, azt hiszem ez a Legend szériába tartozott ez a picike kis or oroszlán, amit nem is tudom, egy teljesen véletlenül tévedésből vettem, meg emlékszem, annó eBay-en rendelte meg. Hát ez sajnos nem volt kombinátor. Amúgy egyébként nem volt rossz, tehát egész jó pofa, nézzétek meg, hogy még úgy egész jó neki a feje is, úgy jól megvan csinálva, ezt ugye korábban bemutattam. Kimondottan jó ez a sörény neki, ugye neki teljesen más, az ilyen G1-esebb, úgyhogy hát ilyen kis cica, meg nagy cica. Mia! Aranyosak. Na, jó, jöjjön akkor az utolsó. Aki természetesen nem lehet más, mint a Dinobotoknak a vezetőjéről készült Studio 86-os figura, ugye Grimlock. Hát nyilván, hogy a két vezérnek egymással kéne megküzdenie, az én elképzelésem szerint, úgyhogy gondolom számotokra nem nagy meglepetés, hogy őt hasonlítom vele össze. Hát szerintem rendben vannak, de ennyit az összehasonlításról. De még nem térünk rá az átalakításra, ugyanis van ennek a figurának egy spécie, hát gyakorlatilag lehet vele egy olyat csinálni, hogy fölhajtjuk itt a fejét, csak kimondottan a fejét a oroszlánnak, így, és akkor elő is ugrik nekünk egy ilyen matrixra emlékeztető kiegészítő, ami egyébként egy ilyen hülyeség, de ugyanakkor meg több tetszik tehát, hogy ezt így megcsináltak, hogy belerejtették, tehát itt van nekünk egy ilyen Onix Onyx Prime Core Matrixunk, igazából ennek nem tudom pontosan a lényegét, hogy ez most mi, hogy, de látjátok, egy ilyen keretbe van benne gyakorlatilag egy ilyen kis Power Master, olyan, mint a Matrixnak a kerete lenne, amit sajnos a figura nem tud megfogni, de így ki tudjuk szedni belőle. Mutatom ezt a keretet még egyszer, és akkor ezt így szét tudjuk hajtogatni, és akkor itt van nekünk a Onyx Prime Core, ami nem tudom most igazából Onyx Prime lelkét őrzi magába, vagy Onyx Prime erejét, de hogy egy ilyen kis mugsó, csak kapjunk egy kis fókuszt, hát ez, 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 így néz ki, ö mellé teszem akkor a kis kedvencemet, amit szoktam nektek így mutogatni, és akkor püffölhetik egymást. Hát jó, minden esetre maga egy olyan dolog, hogy egy, egy fölösleges dolog, de amúgy meg tök jó. Tehát maga ez, hogy ezt így bele lehet így rakni, és hogy ilyen szépen kialakították itt a fejébe a helyét. Sőt, ezt teszi teljessé az oroszlán fejet, ha megnézitek a lehajtom, hogy úgy jön ki ez a sárga rész. Tehát világbajnok. Na, úgy gondolom, megnéztük ezt is kellőképpen, akkor most itt az ide, hogy átalakítsuk Predakon, torz, Predaking korz, torzójának a felső részévé, ami szerencsére gyorsan végrehajtható. Azzal kezdjük, hogy leszedjük innen a fegyverét, ezt egyelőre pihentetjük egy kicsit, és akkor első lépésként talán kezdhetjük azzal, hogy itt uh, kihajtjuk ezt a részt, a lábaid egy kicsit elhúzhatjuk, ilyenkor, igen, bocsánat, ezt hajtjuk fel, és akkor a lábai sokkal több szabadságot engednek nekünk így a mozgatás terén. És ha ez megvan, akkor innen kihajtjuk az óriásrobotnak robotnak a fejét, majd egyszerűen visszazárjuk, visszaakasszuk mind a két oldalt, hogy bekattanjon, és utána pedig ide behajtjuk ezt. Jó, ha a fej kibukkant, ezt egy kicsit túlnyomtam, de ennyi, baj, ennyi baj, annyi baj legyen. De ez mondjuk mekkora királyság már így be volt neki csomagolva ide a feje, tehát így elfér benne. Jó, ezután a következő lépés, hogy behajtjuk neki a hátsó, a melső lábait, úgyhogy a sarkán található neki egy ilyen kis picike kiállás, aminek ide kell becsatlakoznia. Erre fontos figyelni. Így. Mondom így, pedig az elsőre olyan szépen beszokott menni, de most hogy valamiért nehezebben akarja, de lehet, hogy én nyomom rossz helyre. Mindjárt kiderül, hogyha helyére kerül. Így. Aha, csak nem erőltetni kellett, hanem észre. Jó, a fegyvert azt elfordítjuk így, hogy előre fele nézzen. A másik oldalt ezt megismétlem. Behajtom, a helyére igazítom a sarkot. Így a fegyvert, azt ugye itt vannak ezek a kis kiállások, amik segítenek, mutatom, hogy ez ide kell belecsatlakozni ebbe a vájúba, tehát megvan neki konkrétan a helye. És ha ez megvan, akkor most jön a, mindenken nagyon-nagyon tetszik, kihajtjuk itt a sörényt, az egyik oldalt, a másik oldalt, és még itt alulról is lehajtom, és remélem, hogy nem töröm le. Így, hát ez most nem nagyon akar ott maradni. Aha. Hát ez, ez, ez lejött, srácok. Na, egy pillanat. Na, az volt a baj, hogy én csak ezt a narancsárga részt akartam felhajtani, pedig itt az egészet kell. És akkor ide így beillesszük, így a helyére kerül. És lényegében kész is. Itt van előttünk akkor Predakingnek a torzójának a felső része, ami így igazából nem sokat mutat, de vannak azért dolgok, amik nagyon tetszenek. Például az, hogy itt kiteljesedett a sörénye, tehát hogy ezekkel a plusz szárny részekkel így kiegészült. Hát a feje az már egyértelműen látszik, és, és, azt mondom, hogy rendben van, tehát ez a visor az abszolút jól néz ki neki, olyan, mint a G1-be. Homlokán van neki egy matrica, mutatom, ugye ezek az antenna szarvak, amivel kommunikál, vagy blő, vagy bármit is csináljon. Szóval egyelőre ez így ennyi, és akkor mi ezt fog csak a, csatlakozni a torzójának az alsó részéhez. Úgy gondolom, megvizsgáltuk kellőképpen, megnézegettük így ezt, aztán majd visszatérünk rá, hogyha egyesítettük az óriás robotot. Most viszont alakítsuk át őt, robottá. A robottá alakításhoz meg természetesen most is visszatértünk az altmódjához, mert talán így a legértelmezhetőbb a Jár, ö, altmódból robott alakítás. Szerencsére az átalakítás egyébként kb. annyira nehéz, mint a társai tehát egész gyorsan végre véghez lehet vinni. Kezdenem akkor azzal most is koncentráljunk az alsó testére egy elsőként, ezt itt fölhajtom, ezután pedig innen kihajtom ezt a rögzítő szárnyat, mondjuk a másik oldalt ezt megismétlem, és innen lehozom ezt a részét, az, hogy ezt itt a tigris lábot viszont föl kell hajtani teljesen, csak ez is mindenhol akar hajolni, csak ott nem pont ahol kéne. Uh, és akkor ide, itt található ez a vájat, itt meg található egy ilyen él, és akkor ezt kellene nekünk összejátszani úgy, hogy jó legyen, ami nagyjából elméletileg így történik. A másik oldalt ezt megismételhetem, fölhajtom a lábfejét, akkor ezt itt lehozom, összehozom a térdét, hogy ez ide helyére kerüljön, ezt ide, és hát itt meg kell találni, magát ezt a pályatot a kiállással, és akkor fain a lábai már kész is vannak, akár meg is állhat így a figura. Lehajtom ezeket a részeket, ezután pedig lehajtom a tigris fejet, vagy fölhajtom és így elfordítom, majd a helyére teszem. Így. Ugye itt találhatóak az élek, ott a bevágás, vagy fogadó rész. Jó, ezután ide lehozom a vállát, vállágyut elfordítom, így, és ez ide kerül neki. Az alkarját pedig eltekerem, úgy, hogy jó legyen nekünk, kihajtom a kézfejét. A másik oldalt ezt megismételjük, most kezdjük az, hogy a puskát először a helyére tesszük, így elhoz, elfordít, kihajt a csukló, mondom kihajt, könnyék, helyére tesz. Jó, ezután már csak egy lépés van nekünk hátra, hogy a fejét innen kihajtom, és elfordítom, hogy veletek szemben nézzen, és lényegében kész is. Itt áll előttünk a vadász álca kombinátor csapat vezetője pengeje robotmódba, hát vizsgáljuk is meg közelebbről. Nos, kezdjük akkor a fejével. A feje szerintem jól sikerült, viszont a képregében nem volt ilyen színes, de ez nem feltétlenül baj. Tehát a képregényben teljesen egyszínű sárga volt az egész feje, a rostéja, gyakorlatilag a vizorja, minden. Itt, amint látjátok, ugye a vizorja az egy kis feketés, vagy a szemüveg, ahogy jobban tetszik, a rostéja, pirosas. Tehát szerintem ez mindenképpen az elényére szolgált a figurának, és egyébként oldalról fölülről is egész szépen ki van dolgozva neki a feje. A torzója az jó, de az az igazság, hogy ez az oroszlánfej sajnos túl nagy rajta. Tehát értem én, hogy miért nem kisebb, de valamit ki kellett volna találni, hogy valami elfordítom, megcserélem, és akkor egy ilyen kis kamó oroszlánfej kijön. Mert ugye ez mindenképpen jó, ez az oroszlánfej az altmódjához, Predakingnek a melkasához is jó, viszont neki túl nagy. Egyébként szépnek meg szép, meg ez kimondottan tetszik, például ez a rész, hogy megcsinálták, mert ez a képregényben is így van. A karokkal az a helyzet, hogy rendben vannak, de a szín az is stimmel, tehát rosszul lett Elosztva, illetve, hogy, mondom nektek, hogy nagy a torzója, tehát igazából nem tudja megnyomni a gombot a, a kávéautomatán, mert a tigris óra az előrébb van, mint amennyire előre tudja tenni a kezét. Tehát ez, 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 már azt mondom nektek, hogy a mozgásba korlátozza valamilyen szinten ez a nagy oroszlán fej. A lábai azok különben jók, de itt is ugyanaz a helyzet, mint a karoknál, tehát hogy szépek, de a színezés az nem stimmel, de mindegy, ez legyen a legnagyobb baj, legalább predakon színjei vannak neki, nem pedig, mit tudom, jajvörös vagy hupilida. Hátulról teljesen jó a figura, amit látjátok, nincsenek rajta nagy üregek, tehát tényleg egy, azt mondom nektek, hogy abszolút szép az egész figurának a kidolgozottsága, megvalósítása. De akkor most mozgassuk meg egy kicsikét, a fejét már mutattam, de lehet előre, lehet hátra, jobbra, balra körbe lehet tekerni, a karját teljesen körbe lehet tekerni, ennyire tudja fölhajtani, könnyékbe akarjuk, körbe tekerhetjük, mert én a figurán soha nem csináltam, csuklóját nem lehet tekergetni, csak behajtani. A törzsét azt nem lehet körbetekerni, de hát ez az átalakítás miatt van itt. A lábait teljesen föl tudjuk hajtani, ennyire tudjuk hátra, ennyire megy oldalra, és térbe is tudjuk mozgatni, illetve ha szeretnénk, akkor még a bokáját is tudjuk dönteni, szóval ez mindenképpen királyság, ez akkoriban még nem volt túl divatos a figuráknál. Na, megmozgatunk kellőképpen, akkor mutatom nektek a fegyverével, bem, itt is van. A fegyverével az a helyzet, hogy nem teljesen fogja stabilan, tehát meg tudja fogni a fegyvert, mutatom, így benyomjuk, de könnyen ki tud mozdulni. Tehát a lényeg az, hogy, oké, okay, amennyire kell a polcon fogja a játék közben, lehet, hogy közben ki fog ez nektek esni, erre készüljetek fel. Na, úgy gondolom, megnéztük kellőképpen a robotmódot, és akkor itt az ideje az összehasonlításnak. Kezdésképpen akkor megint a humánokkal. Egyébként a figura ebben a módjában kb. 18,5 cm, de nézzük Optimussal és jazz -zel. Akik természetesen kisebbek nála, de gondolom erre számítottatok, jöjjön akkor saját magad csak a kisebbik verzió, vagyis a Legend Class, vagy Legacy, nem is tudom melyik klassz melyik szériában volt ez, de a lényeg az, hogy korábban már bemutattam, szóval meg lehet nézni. Ők így néznek ki egymás mellett, hát egyértelmű, hogy minden gyűjtőnek, mindenkinek ezt fogom ajánlani, tehát ez, ez, a, ez a figura valamilyen szinten egy tévedés volt. Na, nézzük akkor az utolsóval. Nem más, mint természetesen az örök kedvencemmel, a stúdiószériás Grimlockkal, ők így néznek ki egymás mellett. Grimlock nagyobb nála, és helyes. Ez, 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 a király, ez, ez így tetszik. Na, ennyit az összehasonlításról. Itt az ideje, hogy összefoglaljam a véleményemet erről a figuráról. Tehát akkor összességében nézve, a nagy oroszlán fejet leszámítva nincsen baj a figurával, de szerintem az se olyan nagy probléma, szóval nyugodtan, bátran vegyétek meg ezt a szettet, akár játszanátok vele, akár csak kiraknátok a polcra. Ö, úgy gondolom, hogy ennyi elég is lesz erről. Nézzük akkor, mit illik tudni Pengeérről. Tehát akkor Pengeér, frakciója, álca, alcsoport, predakon, rendeltetése a predakonok parancsnoka. Nézzük akkor neki a jellemzését. Hát Pengelyet mindig a fagyos nyugalom jellemzi, néha annyira nyugodtnak tűnik, hogy azt gondolják róla, azt a benyomást kelti, mintha aludna. De igazából mindig ébre van. Tehát, még ha úgy is tűnik, akkor is egy résnyire nyitva van a szeme, és ha megkezdődik egy harc, akkor egy pillanat alatt átváltozik egy megfékezhetetlen, precíz gyilkossá egy fenevaddá, akiről nincs menekvés. És ezzel igazából végére is értünk ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy like-kal, megtisztelnétek a feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!